Ígértem önöknek, hogy időről időre számot adok ennek a bizottságnak a munkájáról, erre kerülne most sor. Papcsák elnök úr, és magam is úgy gondoltam, hogy fontos az a jogszabályi környezetnek a vizsgálata, ami tulajdonképpen a devizahitelezés alapján szolgáltatta. Ez a elhangzottak szerint 2001-ben bekövetkezett jogszabályváltozást tette lehetővé, hogy a devizabelföldiek devizában vegyenek fel hiteleket, és ez ennek jogszabály alapját is megteremtették. Ezzel egy időben volt, talán tetszenek emlékezni, az úgynevezett csúszó forint leértékelés, ami meghatározott időben, meghatározott módon és meghatározott mértékben történő árfolyam változást írt elő. Ugyanakkor a 2002-ben megalakult kormány tarthatatlannak tartotta költségvetési szempontból a korábbi kedvezményes lakáshitelezési rendszer, amely olyan terheket rótt a költségvetésre, és nem csak szociális szempontból, hanem üzleti szempontból történő vállalkozások támogatásával is, aminek módosítására került akkoriban sor. Ugyanakkor a folyamatokra nem csak a kormány és nem csak az országgyűlés, hanem a Magyar Nemzeti Bank akkori árfolyam politikája is, illetve kamatpolitikája is hatással bírt. Talán tetszenek emlékezni, Járai Zsigmond idején akkor kezdett erősödni a forint, rendkívül magasra vitték a forint kamatokat, ezzel nehezített versenyhelyzet tekintetében hátrányba hozta a Nemzeti Bank a hitelezés szempontjából a deviza hiteleket. Ekkor indult meg tulajdonképpen a lakosság devizaeladósodása, részben lakásvásárlás, és azért erre hadd utaljak vissza, hogy ebben az időszakban, tehát a vizsgált időszakban 362 ezer lakás épült Magyarországon, tehát a nemzeti vagyon is gyarapodott, és nem csak lakásvásárlási devizahitelek voltak, hanem ingatlan fedezettel fogyasztási cikkekre, elsősorban gépkocsi vásárlásra is használta a lakosság a devizahiteleket. Az eddigi megállapítás az volt, hogy valóban nem igazán vizsgálták akkoriban sem a Nemzeti Bank, sem a kormányzat, hogy milyen kockázatokat rejthet ez a devizahitelezés, legalábbis nem abban a mértékben, amiben most úgy, mi most már látnánk, hogy kellett volna, mert ennek a szükségessége akkor nem merült fel. Hisz 150-160 forintos frank árfolyamok mellett is biztos bevétellel munkahelyen rendelkező lakosság vállalta ezeket a hiteleket. Tulajdonképpen a szakértők azt mondják, hogy a akkori kamatkondíciókat figyelembe véve olyan 180-200 forintos frank árfolyam volt az, ahol fordult volna maga a hitel veszteségbe. Tehát az volt az a kockázati pont, amikor már nem érte volna meg a lakosság hitelezés. Sajnálatos, hogy ez a bizottság pontosan azt a két témát nem vizsgálja, amely ezt a korszakot megelőzte, és a jogszabályi lehetőségeket biztosította, illetve ami követte, és az igazi devizaár folyam elszabadulását eredményezte. Engednék önöknek, tehát arra felhívnám a figyelmet, hogy amikor Bajnai Gordon átadta a kormányzat 2010 áprilisában, akkor 176 forintos frank árfolyamon adta át, és az igazi kockázatok, az igazi tragédiák az azt követő devizárfolyam elszabadulásával vannak összefüggésben. Hát én nem akarok utalni ugye Kósa Lajos és Szijjártó Péter kijelentéseit követő devizárfolyam elszabadulása, de azóta tulajdonképpen ez a piac nem nyugszik meg, és ez a piac azóta igazán krízispiac. Egyelőre itt tart ez a meghallgatás, valószínű lesz összegzés, ez majd a miniszteri urak meghallgatása után válik esedékessé, és akkor tudom a Veres János által elmondottakat is összegezni, és köszönöm.